Üdvözlök mindenkit a Deac PVSK mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A mérkőzésen 16 pontos hazai győzelem született. A vendégek vezetőedzői Csirke Ferencet kérem meg, hogy értékelje a mérkőzést. Gratulálok a Debrecennek. Úgy érzem, hogy végig uralták a mérkőzést. Megmondom őszintén, nagyon sok minden nem szeretnék mondani. Fiúkkal megbeszéltünk most az öltözőbe egy-két dolgot, de aztán egy hosszabb beszélgetés lesz, úgyhogy inkább boldog új évet kívánok mindenkinek. Aztán jövő héten már újabb mérkőzés, úgyhogy nagyon nincs időnk ezen. Vagyis, hogy van, lesz időnk ezen erről a mérkőzésre beszélgetni, de jövő héten fontos mérkőzés. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok hozzá. Berényi Sándorhoz a hazaiak vezetőedzőjéhez fordulok. Hetedik hazai mérkőzésünkön, hatodik sikerünket arattuk, nem, nyolcadik hazai mérkőzésünkön, hetedik győzelmünket arattuk, és ami ennél is fontosabb, hogy ezúttal talán a védekezés mindközül a legjobb volt, hogy látta a mérkőzést. Igen, a hazai pályán valóban az nagyon jó egyelőre ez a szezon. Pont ezt mondtam a fiúknak az öltözőben most, hogy ez szuper, második fél évvel kezdeni győzni idegenben is. Nyilván ez a meccs, ez, én úgy érzem, hogy a csapaton is látszott, hogy kicsit feszült volt, hiszen ennyi eldott labda nem jellemző ránk, ennyi hiba a tranzíciós játékban, a rendezetlen védelmi játékban nem jellemző ránk, tehát most alig volt gyakorlatilag gólunk rendezetlen védelmi ellen. Rengeteg emberre mint hagytunk ki, és talán ezt nem a legnagyobb hibának a mérkőzésből kiemelni. Fókuszáljunk inkább pozitív dolgokra, valóban, mint a védekezés az rendben volt. De akkor végig működött, amit elterveztünk, mert kevés időnk volt készülni, és támadásban is voltak azért feladvédelme elleni veleci teljesítmények, amik a megmutató előnyt azért tartani tudták. Sajnos nem sikerült a második fél évben is kiegyensúlyozottan növelni az előnyt, de összességében eljöttek lehet, hogy hiszen egy új csapatot vehetünk itthon, magabiztosan, én is mindenkinek beadódik a szeretnék kívánni. Köszönöm szépen, és gratulálok. Horti Bálintot, a vendégek játékosát kérdezem, hogy a mérkőzést azért nagyban befolyásolta a kezdés, a 8-0-ás kezdés, és onnan gyakorlatilag végig szaladtatok az eredmény után. Rád igazából nem lehetett panasz, mert talán egyedüliként próbáltál tüzet vinni a csapat játékában, ma ez mégsem sikerült, hogy láttad. Igen, jól mondtad, hogy végigfutottunk az eredmény után, nagyon sajnáljuk, hogy a első negyedben nem sikerült a védekezésünk, 20 pontot kaptunk. Aztán próbálkoztunk, külső dobásra nem sütöttek, és még a belsők sem. Nagyon rosszul dobtunk, és ilyen teljesítményen nem lehet mérkőzést nyerni. Gratulálok a Debrecennek, sok sikert nekik, aztán boldog új jövőt. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok. Daniel Amigóhoz, a hazaiak játékosához fordulok. Ugye már többször is elhangzott, hogy a 58 kapott pont az már egy olyan teljesítmény, amire lehet építeni, hogy látta a mérkőzést. We can see the only 58 points, which is, I think, great, and we can build on it. How do you see that? I thought we made a pretty good deal overall. We did have some rough patches here and there, some rough streets, but overall I think we played pretty well and we ended the year off right. But we have to focus now on performing on the ninth, so we have to play well on the road. It's been really rough for us. Úgy gondolja, hogy valóban tényleg rendben volt a védekezés, voltak nehezebb periódusok, de ezen sikerült átlendülnünk. Ugyan megvan a győzelem, de most már a körmendre kell koncentrálnunk, egy idegenbeli mérkőzésre nehéz lesz, most már ezen van a fókusz. Köszönöm szépen, vendégeknek sok sikert kívánok a folytatáshoz, hazajöttem pedig a továbbra győzelemhez.